Sziasztok! Ismét jelentkezek egy rövid vloggal innen Újpestről. És a téma pedig ez a épület itt előttem. Ami ugye ez a része Lidl, itt pedig van egy Rossmann. Ja. Viszont ez korábban egy villamoskocsi szín volt. Az alakjából nagyjából látszik, és ez volt az újpesti kocsi szín. És itt voltak a vágányok. És vezettek be, és itt tárolták a villamosokat. Hát ez a kocsi szín, ez már nagyon régen bezárt, mióta itt ezek az újpesti villamosok megszűntek. Igazából ugye Váci úton volt villamos, meg ment ki egyenesen ugye egészen a Tungsra még volt villamos. De ide ennek majd utána fogok nézni, és majd kiírgatom ide a videóba, hogy milyen villamosok jártak el, meg hogy mikor zárt be a kocsi szín. Most csak így gyorsan ugye rövid dolog keretében végig mutogatom. Nézzük, itt egy újabb érdekesség. Lóvas úti indóház. Hogy bizony ez egy itteni villamos van, hát ugye eredetileg Lóvas út az a végállomása volt az épület. Mindjárt ezt is kell megmutatom, hogy távolabbról is. Látjátok, itt volt az egyik, hát Lóvas útnak, aztán később villamosnak a végállomása. És itt van mellette az egykori kocsi szín. És látjátok, itt van a lemiz, vagy ez a kocsi színnek az épülete hátulról. Már nekem így most egy kicsit gyanús lehet, hogy akkor most eddig, és akkor ezt később építették hozzá, vagy azt csak átalakítottak, és ez is így nézett ki. Nem baj, ezt majd egy régi műholdképen, vagy egy régi fényképen meg fogom nézni, hogy ez pontosan hogy volt. És itt van az egykori végállomás épülete, ezt még a másik oldalról megnézzük. És akkor ez a rövid kislog ennyi lett volna. Az ábor csak egy ilyen gyors hazafele. A másik, hogy köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! És akkor az épület még szemből. Ezt még megmutatom nektek.